Természet varázsát ontja bőven, a fűben, a virágban és a kőben. Ó, nincs a földön oly silány anyag, mely így vagy úgy ne szolgálná javad. De nincs oly jó, melyben ne volna vész, ha balga módra véle visszaélsz. Április 22-én, a Föld napján a világ szinte minden országában különböző megmozdulásokkal, eseményekkel hívják fel az emberek figyelmét a környezet megóvásának fontosságára, az ökológiailag érzékenyebb életvitelre. A Föld napja a mindennapokról szól. Rólunk, emberekről és arról a közegről, amely körbevesz minket. Néha jól látható módon, néha pedig láthatatlanul. Fabóné Bíró Ágnes és Fabó Ferenc képei híven tükrözik, létkérdés, természeti értékeink megóvása, megőrzése. A Dunaföldváron élő Fabóné Bíró Ágnessel édesapja szeretette meg a természetet. Óvópedagógusként 40 éven keresztül a rábízott gyerekekben igyekezett elmélyíteni a környezetünkhöz való kötődést, a természet iránti tiszteletet, szeretetet, annak megóvására való törekvést. Dunaföldváron elsőként nyerte el csoportjával a Zöld Óvoda címet. Természetjárás közben találkozott férjével, Fabó Ferenccel. Azóta lehetőségeikhez mérten együtt kirándulnak, fotóznak, fejlesztik technikai ismereteiket is. A Mezőföld Természetfotó Egyesület aktív tagja. A dunaújvárosi születésű Fabó Ferenc gyermekkorában az édesapjával gyakran járta az erdőt, mezőt, a kirándulásokon szerzett élmények hatására szeretett bele a természetbe. 45 éve jegyezte el magát a szabad természetben meglátott apróbb és nagyobb lények fényképezésének gyönyörűségével. Jelenleg a Dunaújvárosi Művese állomáson technikusként dolgozik. A Rosti Pál Fotóklub, majd a Nimród Fotóklub tagja lett. Főként lakóhelyének szűkebb és tágabb környezetében készíti képeit. Ezeket különböző folyóiratokban, elsősorban a magyar vadászati magazinokban rendszeresen felhasználják. Képeivel versenyeken is sikeresen szerepel. Az év fotósa 2018-as pályázatán két hattyúról készült csodálatos fotósorozatával országos második helyezést ért el. Bizonyára nem a véletlen műve az, hogy két Duna partján, vagy Duna mellett élő fotóművész, éppen Ráckevén, a Ráckevi Duna partjától egy karnyújt árnyira állítja ki a képeit. Azokat a képeit, amelyekről itt-ott azért a Duna visszatükröződik. Körülbelül 400 kilométeres szakaszán természeti értékek páratlan láncolatát fűzi föl, és hát nem beszélve arról, hogy két nemzeti park is található a Duna mellett, a Dunaipoly Nemzeti Parkon kívül ugye a Duna-Dráva Nemzeti Park területei, híres területei, gemenci területek, gondolom sokan ismerik. Hogy egy kicsit a Ráckevei Dunaágról is beszéljek, hát azt is biztos nagyon sokan tudják, hogy ez a magyarországi Duna szakasznak a legnagyobb mellékága, és szintén természeti szempontból egy nagyon különleges vidék, hiszen olyan, hát ugye a szabályozás következtében olyan természeti kincsek alakultak itt ki, amelyek páratlanok és nagyon kevés helyen láthatók az országban, meg azt lehet mondani, hogy Európában is, hiszen a Ráckevei Dunaág úszólápjairól beszélek, ezeken az úszólápokon olyan különleges növény és állatvilág él, amely
tényleg természetvédelmi szempontból is különleges és híres. Jelen ismereteink szerint egy olyan bolygó van az univerzumban, ahol élet van. Ennek a Földnek a sorsa ugye a mi kezünkben van, ezt a Földet, ezt szokták mondani, hogy örökségül kaptuk, de pontosabban kölcsönvettük az előttünk lévő generációktól. Tudjuk azt, hogy pillanatok alatt tönkre lehet tenni a természet alkotásait, amelyet a természet 10, 100 vagy 1000 év alatt létrehozott, de újra ismételni ezeket nem vagy csak nagyon nehezen lehet. Szintén fontos üzenete ezeknek a zöld napoknak, illetve a földnapjának is az, hogy a körülöttünk levő természet kincseket, természeti kincseket, természeti elemeket ismerjük meg, és hogyha megismerjük, akkor tudjuk őket igazából szeretni, tisztelni minden egyes tagját a természetnek, és akkor tudjuk igazából mint egy örökségként, élő örökségként az utódaink számára átadni. Örökségül nem csupán az anyagi jellegű dolgokat jó hagyni, vagy lenne jó hagyni az utódainkra, hanem azokat a természeti kincseket is, amelyek körbevesznek bennünket, és amelyeknek a pusztulása sajnos az utóbbi időben nagyon felgyorsult, és ezért kiemelt felelőssége a minden egyes embernek, és hát nyilván a döntéshozóknak is, és hát azoknak, akik hivatásosan ezzel foglalkoznak, mint például én is. És csodálatos érzések, élmények és benyomások juthatnak felénk ezekről a képekből. A tavasztól kezdve egészen a télig bezárólag szinte minden évszakból vannak gyönyörű, csodálatos képek kiállítva itt a fotókon. Nézzék végig, és érdemes végigolvasni azokat a szövegeket is, amelyek a képek alatt az egyes fotók születésének a élményét is átadják, pluszként, pluszt információként a kedves látogatóknak. Közel 40 éve volt ez egy nyári Közép-Tisza vidéki táborban, amikor találkoztam egy olyan emberrel, ázottan, csapzottan jött vissza a táborhelyre. Ez egy természetkutató tábor volt, de kellett egy-két olyan ember is, aki megörökíti azokat a különleges csodákat. És Ferenc Feri jött így vissza, és sugárzó arccal mondta épp az aznapi élményét, hogy mit sikerült megörökíteni. Én azóta figyelemmel kísérem a munkásságát, és hát most már kiegészülve Ágnessel, én úgy gondolom, hogy nagyon jól egymásra találtak ebből a szempontból is, és nagyon inspirálják egymást. Szeretném, hogyha minél többen a természetben is meg tudnák ezeket a csodákat, ezeket a különlegességeket látni, és hát itt a tavaszi időszak legyen kicsit lehetőség is arra, hogy minél többen a természetben is természetet is fölkeressék, és a természetben is ismerkedjenek azokkal a mindennapi csodákkal, amelyekről most láthatunk egy gyönyörű, szépen kivitelezett kiállítást. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak, és a kiállítást ezennel megnyitom. Köszöntöm Önöket a feleségem és a magam nevében. Köszönjük a háznak a lehetőséget, hogy megmutathatjuk fotóinkat. Köszönöm igazgatóknak a kedves megnyitó szavait, és külön öröm nekünk, hogy őt úgy sikerült idehozni, mint félig meddig helybelit. Kérjük, hogy vigyék a képeink jó hírét, reméljük, hogy élményt jelent a megtekintésük, és inspirálják az ismerőseiket, a környezetüket, minél többen jöjjenek és nézzék meg. Jó szórakozást kívánunk, és még egyszer köszönjük!